Milyen feladatokkal egészült ki az önök munkaköre a koronavírus járvány idején? Az alapfeladatokon túl gyakorlatilag a mindennapokban az otthon maradóknak, hiszen most már közhelyként lehet mondani, hogy maradj otthon. Segítünk szükséges igény szerint az élelmiszer, tartós élelmiszer, zöldséggyümölcs, gyógyszerek beszerzésében, bevásárlásában, és az önkormányzat kérésére gyakorlatilag itt a hatodik hete ételt szállítunk ki. Mai napon éppen 218 adag ételt fogunk kiszállítani az idős otthon lévőknek. Budaörsön hány rászoruló van, illetve Pest megye szintjén hány olyan rászoruló van, aki az önök segítségét igényli? Természetesen országos az a jelenség, hogy a polgárőrsége hasonló feladatokat lát el települések szerte. Itt mi jelenleg, ahogy említettem, 218 adag ételt viszünk ki, ez körülbelül 108 rászorulót jelent a mi területünkön található, hiszen ma 2 darab ételt viszünk ki, így a vasárnapi feladatvégzés alól tudunk termentesíteni mind a konyha dolgozóit, mind pedig a polgárőröket, és ez egyébként jellemző országosan is. Természetesen Budaörsön is rengeteg civil segíti az önkormányzatnak az étel kiszállítását, mi ebben a részben veszünk részt. Ebben a 2018 személyben van fertőzött is, megfigyelés alatt álló személy, vagy ők csak inkább ilyen idősebb rászorulók, akik nem tudják magukat ellátni? Jellemzően az idősebbek, akik nem mehetnének ki tulajdonképpen csak korlátozottan az ingatlanukról, és körülbelül 60 karanténos személy van ezek között. Hogyan védekeznek önök? Mégis jobban ki vannak téve, mint egy átlagos ember, aki megy az utcába, ugye a fertőzés veszélynek. Milyen védőfelszereléseket tudnak önök alkalmazni? Hál' Istennek nagyon sok támogatónk van, aki szájmaszkot, gumikesztyűt, védőruhát, olyan maszkot, amit az arcunk elé teszünk, ha majd ennek eljön az ideje, reméljük, hogy nem lesz, és védőszemüveget is kaptunk. Röviden vázolja föl, hogy egy átlagos napjuk hogy néz ki a polgárőröknek? Ugye szervezetten történik a feladatellátás, munka mellett teszik önkéntesen, térítést nem kapnak ezért. A rendőrséggel közösen a mai napon is több motoros kolléga is feladatot lát el, illetve gyakorlatilag mindenki jelentkezhet különböző feladatok végrehajtására, úgy, mint járőrszolgálat. Nagyon fontosnak gondolom egyébként, hogy mi is egy picit leültünk és átgondoltunk az életünket, hiszen nem ugyanaz, mint a békeidőben, hogyha ezt a kifejezést használhatom. Kicsit át kell értékelni az eddigi életutunkat, kevesebb az néha több, és ebben a szemléletben próbálunk mi Pest megyében feladatot vállalni és ellátni. Mire hívná fel a figyelmét a lakosoknak, amivel egy kicsit megkönnyíthetnék az önök munkáját? Hát valóban vegyék azt komolyan, hogy maradj otthon.